fellendülést mutat az autópiac, közel 40%-kal több autót helyeztek forgalomba áprilisban, mint az előző év azonos időszakában. Köszöntöm a stúdióban Gulyás Józsefet, a Magyar Gépjárműkereskedők Országos Szövetségének alelnökét. Jó estét kívánok! Nagyon nagy számnak tűnik ez a 40%, egy kicsit tisztázzuk, hogy hogy kell ezt értelmezni, és csak az áprilisról beszélünk, ugye? Igen, igen. Összességében a 2018 április és a 2017 április hónapnak a statisztikát mutatja ez. Itt volt egy komolyabb flotta értékesítés az új autópiacán, és ez azért jelentősen megnyomta, de összességében az első négy hónap adata, a tavalyi év első négy hónap adatával is, a kumulált adat is legalább egy 15-18%-os emelkedést mutat. Ez azt jelenti, hogy a gépjárműkereskedelemben azért egy már kb. Egy ötödik éve folyamatos emelkedés, minden évben, minden hónapban szép fokozatos 10-15%-os bővülés eredményezhető. Ez gyakorlatilag az új autókra vonatkozik, és körülbelül ugyanez vonatkozik a használt autóértékesítésre is. Ezen belül is a külföldre behozott használt gépjármű értékesítések is darabszámba minden évben, minden hónapban egy 10-15%-os emelkedést mutatnak. Jellemzően a vállalkozások keresik az autót, vagy inkább magánszemélyek? Mi az, ami a nagyobb tételt jelenti? Igen, én azt látom, a piaci tendencia az, hogy a magánvásárlók is egyre nagyobb számba vásárolnak, és kezd visszatérni a hitelfelvételi kedv. A darabszámok növekedésének elsősorban az az oka, hogy az emberek jobban mennek hiteleket felvenni, sokkal kedvezőbbek a hitelek, ugye a devizahitel az már végképp nincs, kifutottak a régi, nagyon rossz feltételű devizahitelek is, és jó feltételekkel, különösen az új autóknál 6-7%-os kamatokkal lehet gépjármű hitelekhez jutni, használtnál is 10% alatti THM-ekkel vannak már hitelek, és ez azért nagyon kedvező a régi rossz feltételű hitelekhez képest mindenképpen. Beszéljünk egy kicsit a haszongépjárművekről. Abban mi az, ami tapasztalható? A haszongépjárművek piacán a következő az kapcsolódóan az építőipar fellendülése nyilván hozott egy plusz keresletet. Ez fokozatos, ez is gyakorlatilag különösen az kis haszonjárművek, tehát a kis 3,5 ton alatti ösztömegű kis haszonjárművek piaca az jelentős élénkülést mutat. Itt korábban segített a Nemzeti Banknak volt a 2,5%-os hitelezési lehetősége. Most ez már kifutott, de a piaci kamatok olyan mértékben csökkentek, hogy gyakorlatilag majdnem hasonló feltételekkel lehet hitelezni, leasingelni új vagy újszerű kis haszonjárműveket. Tehát ez szintén nagyon-nagyon jelentősen növelte a kis haszonjárművek értékesítését. Ebben az új autópiacban, ebben a 40%-ban ez benne van a 3,5 ton alatti kis haszonjárműveknek a darabszáma is, tehát azt kumuláltan nézzük. Mik a kedveltebb autótípusok? Nyilván nem emelünk ki különösebben autómárkákat, de milyen jellegű autókat kedvelnek egyrészt a vállalkozások, személyautóról beszélünk most már, és a magánszemélyek? Az átlag, úgy is mondhatnám, hogy a prémium kategória alatti német és japán márkák azok, amik a legnépszerűbbek, de bizonyos... Most itt a márka emléktése nélkül volt csehszlováki autóiparnak a egyik márkája, és nagyon-nagyon kedvelt. Országosan is szép eredményeket mutat. Itt nálunk a megyében is főleg a német és a japán márkák az, amelyek leginkább népszerűek. Van arról adat, hogy átlagosan egy magyar családban hány autó van, vagy egyáltalán a magyar családok hány százaléka rendelkezik gépjárművel, személygépjárművel? Hát ugye a teljes magyar személy autó állomány az több mint 3,5 millió körüli darabszám, ez csak a személygépjárművek. Ez azt jelenti, hogy háztartásonként majdhogy nem azt látjuk, hogy már minden háztartásban lehet egy autó, átlagosan, de ugye ez eloszlik, tehát nyilván van, ahol 2-3 is megtalálható, és vannak családok, amelyeknek még nincs autójuk, de én azt gondolom, hogy
itt közép-európai szinten a magyar gépjármű penetrációt is lehet mondani, az elég magas, már majdnem elértük az osztrák szintet. A kérdés, hogy mennyi az átlag életkora a járműveknek, ez hogyan alakul? Az viszont, és köszönhetően a nagyon sok külföldre behozott autónak is, az átlag életkor az nem emelkedett. Az új autó, hiába több új autót adnak el, de egyrészt a meglévő tovább öregszik, illetve a külföldre behozott használt autóknak jelentős része 10 év és 10 év feletti átlag életkorra rendelkezik, ebből kifolyólag nem tudja javítani a teljes magyarországi gépjármű parknak a életkorát. Hány gépjármű szalad Magyarországon az utakon most? Hát szerintem a haszonjárművek együtt 4 millió körül van. Tehát 3,5-4 millió között. Nyilván a nyilvántartásból az nem derül ki, hogy mennyit is használnak ebből, de ami forgalomban van, az több mint 3,5 millió darab szám. Hogyan emelkedett ez az utóbbi években? Hát vagyis feltételezem, hogy emelkedett, hogyha a forgalomban érzések folyamatosan emelkedik. Tehát gyakorlatilag a rendszerváltozáskor 1,5 millió forint volt, vagy 1,5 millió darab gépjármű volt Magyarországon utakon, tehát ez fokozatosan, folyamatosan emelkedik, tehát a magyarok egyre több és egyre több autót szeretnének vásárolni, és egyre több mindenkinek vannak vágyai, mindenki jobbat szeretne, nagyobbat, gyorsabbat, korszerűbbet, most egyre több elektromos autó és elektromos és hibrid autó keresnek a vásárlók, tehát ezeknek is a korábban, akik például esetleg azért nem vásároltak, mert környezetszennyező az adott gépjármű, azok most már vehetnek például elektromos autót, aminek semmilyen környezetszennyezése nincs. És hát nagy kérdés, hogy a dízelautókkal mi lesz a jövőben, hiszen itt nagyon sok nyugat-európai nagyvárosban már nem használhatnak dízelautót, de ez egy másik témánk lehet majd. Igen, köszönöm szépen, hogy befáradt ma a stúdióba, Gulyás. És köszönöm szépen.